Domonkos Béla vagyok, 78 éves, itt Érden élek, 1935 óta. Tudomásom szerint az elődeim közül nincs. Nem is mondom ezt a szót, hogy művész, nem szeretem, én nem vagyok én művész, én csak szobrász vagyok, úgyhogy azt annyit tudtam gyerekkoromban, hogy az édesapám nagyon jó rajzolt. Az életemnek egy nagyon szép szakasza volt a repülés. Tehát a hármas határhegyre jártunk ki. Következett az életemben a labdarúgás, azt is nagyon szerettem, a katonaság. Nem voltam jó katona, megmondom őszintén. Hát akkor jelentkeztem a képzőművészeti főiskolára. A felvételi vizsga az 2 hétig tart. Az első héten mindig túljutottam, a második héten volt már az aktrajzolás. Azon is túljutottam, és akkor a végén volt elbeszélgetés. Ez megtörtént velem, nem is tudom, 3-szor vagy 4-szer felvételiztem a főiskolán. Hát sikertelenül. Én életem során több mint 500 szobrot készítettem. Ebből olyan 100 valamennyi köztéri. És hát nagyon-nagyon nehéz a legkedvesebbet kiválasztani. Nagyon kedves nekem a Tóth Ilonka, a végzős orvosnő, akit Galádmódon kivégeztek. Itt mondhatok még a Füstös Antal plébános urat, aki 56-ban halálra lett ítélve. Azt mondták, hogy jót mondott ő, csak rosszkor. Kellett készítenem egy kis szemelvejsz figurát. Minden évben kiadnak a mai napig is 5 darabot. A kiállítások azok rendszerint úgy jönnek létre, ugye, hogy az embert megbízzák egy bizonyos szobornak az elkészítésével. Ugye most volt a Szent István évforduló, és hát ennek kapcsán én is, nem is tudom, 3 vagy 4 Szent István szobrot is készítettem. És akkor itt mindig létrejön egy barátság, egy kapcsolat, és akkor meghívják az embert kiállítani. Na most, hogyha engem valaki megtisztel azzal, hogy eljön egy szoboravatásra, vagy eljön a kiállítás megnyitóra, akkor nekem kutya kötelességem a tudásom legjavával valami olyan munkákat bemutatni, amiben az ott látogatók azok örömet lelik benne.
minden sikeres ember mellett vagy mögött áll egy tüneményes nő. És ez a mi életünkben is így volt, mikor én már azt mondtam, hogy na, nekem ebből elég, most már többet ne rugdossanak, akkor mindig ő mondta, hogy nem, ezt nem lehet abba hagyni, nem lehet abba hagyni. Na, és akkor jelentkeztem alaptagnak. Ez azt jelenti, hogy le kellett adni 4-5-6 munkát, és 2 hét múlva jött meg az eredmény. Hát ezt a 2 hetet nem kívánom senkinek se, amíg nem tudtuk, hogy mi lesz. Hát aztán az ilyen, tehát kellettek ajánlók, ugye, akik hát ajánlották az embert. Tehát Pácai Pál, Mikus Ferenc, Lisztes István, Rátonyi József, akkor dr. Losonci Miklóst feltétlenül meg kell említenem, nagyon sokat segített nekem. Goda Gábor, az író, hát tel és telé voltam ilyen csodálatos, jó szándékú emberekkel, persze hát irigyekkel is, ezt mondanom se kell, és hát megjött a papír, Domonkos elvtárs, ön alaptag. Na, hát ekkora öröm akkor ért engem, mikor a fiam született. Tehát egyszerűen nem tudtam fölfogni, ugye, hogy ennyi küzdelem után azért mégiscsak sikerült valamelyest a dolog. És akkor hát ugye a papírjaimat rendezni kellett. Egy nagyon kedves hölgy azt mondja nekem, hogy na és rendes állása nincs. Mondom, hogy rendes? Hát egész életemben erre vártam, hát ennél már rendesebb nem lehet. És akkor azt mondja nekem, hogy hát ebből akar maga megélni, ebből maga nem fog megélni. És akkor én a zöldfülű senki, azt mondtam neki, hogy jól tessék megjegyezni az én nevem, én ebből meg fogok élni. Ami most van nekem kutyusom, ő a szálkásszőrű magyar vizsla. Szegedről származik. Mindenféle győztes, anyja, apja, nagyanyja, ükszülőkre visszamenőleg megvan a törzskönyve. Tehát valami kitűnő alomból származik. Nagyon okos. Nagyon okos. Szóval ezt nagyon szeretem benne, hogy nagyon okos. És hát ő az én társam. Amikor az ember már 78 éves, akkor a nagy tervekkel csínyán kell bánni. Ezt ugye mindenki így csinálja, mindenki így jár, ugye, hogy mikor eljön az idő, hogy csomagolni kell, akkor az ember mindig teli zsákkal megy el. Tehát rövid az élet, nem lehet mindent megcsinálni, és hát van egy fogadalmam, hogy addig nem halok meg, amíg a II. János Pál pápa szobrát el nem készítem. Aztán vannak még csodálatos terveim, amiket hát még szeretnék megcsinálni. Lehet, hogy még a jó Isten megengedi, hogy még 1-2 évig tudjak dolgozni. Az én vendégkönyvemben van egy olyan beírás, ami hát engem nagyon megvigasztal. Az úgy szól, köszönöm, hogy visszaadtam művészetbe vetett hitemet. Hát ez a legszebb. A
Pátzai mesternek volt egy csodálatos mondása, hogy a művészetet nem kell kitalálni, a művészetet folytatni kell. Hát én ezt teszem.